Sziasztok! Tudtátok, hogy az első 1.9-es snapshotban a játékosnak három keze van? Meg is mutatom. Átveszem a kardot a bal kezembe, a jobba fogok egy íjat, és tudok vele lőni. Ki tudom húzni, tehát van még egy kezem. Sziasztok, üdvözlök mindenkit 51-szerre a darálóban, pontosabban 51-szerre, de ez most nem lényeg, ennek a sorszáma 50-es. Most egy kicsit különlegesebb dolgot találtam ki, azért mégiscsak egy kerek szám, hát kerekebb, mint a 42. Valamelyik videóban kérdeztem, hogy ti hogyan képzelitek el ezt a részt. Valójában előtte már kitaláltam, hogy mi lesz, csak úgy hát kíváncsi voltam. Egyébként senki sem mondta ugyanazt, szóval tényleg meglepetés lesz. Egyébként korábban kiírtam az oldalamra, tehát akik jobban követnek, plusz kíváncsi abbak, azok már tudják, hogy most kis cicás videók lesznek. Nem, az majd a 100. részben. Most bemutatom az első kalandpályát. Az első kalandpályát, amit én életemben láttam. Tehát gyakorlatilag, amelyik miatt én elkezdtem kalandpályákat építeni. A felkezelő szerint 2012. januárjában töltöttem le ezt a pályát. Ez volt az első kalandpálya, amit én letöltöttem és végigjátszottam. Előtte nem is tudtam, hogy ugye vannak kalandpályák. Nem tudom már, hogy bukkantam rá erre a stílusra. De ez volt az első, amit letöltöttem. Hú, nézzük meg ezt, hogy kell elképzelni, ez micsoda. És nagyon megtetszett a dolog. Hát igen, nem egy tökéletes pályáról van szó, nem azért tetszett meg, mert hú, de profin ki van dolgozva, hanem egyszerűen a hangulat, plusz az, hogy ilyet is lehet Minecraftban csinálni, hát ez fantasztikus, nagyon megtetszett a dolog. Úgy emlékszem, akkor még csak ismerkedtem a Redstone-nal, nem tudom. De egy az biztos, kalandpályákat csak ezután kezdtem el gyártani. A készítő sajnos nem írta a pálya mellé, vagy a pályára a nevét, úgyhogy egy kicsit kutattam, és arra jutottam, hogy valószínűleg Full Moon Dog Pisti csinálta a pályát. Ha mégsem, akkor írjátok meg, és kijavítom a leírásban. Nagyon régi a pálya. Mikor bemásoltam a játék, azt írta, hogy 2011. június 5-én készült el. Hát akkor tuti nem gondolta még a készítő, hogy egy ilyen zseniális feldolgozás fog róla készülni. Csak azért mondom, hogy régi, mert sokkal kevesebb lehetőség volt a játékban, tehát ekkor még nagyba béta volt, szerintem fele ennyi Redstone tudt volt, command block még tervben sem volt, ugye nem lehetett chatre írni, sőt, egy játékosban parancsok se voltak, ugyebár. Akkoriban volt egy olyan módszer, hogy a pálya mellé TXT fájlokba írtuk a szövegeket, ez a pálya is így készült. Egyébként vannak játékosok, akiket ez a módszer idegesített, folyton ki kell ugye tabolni. Na, de nem húzom az időt, valószínűleg úgyis sokan ismeritek már a pályát, mert régi, rengeteg végjátszás készült róla, úgyhogy lássuk a világvége akciót. Mivel régi pályáról van szó, ezért konvertálni kell első indításkor, meg egy kicsit tovább tart a betöltés. Hát igen. És igen, olyan fél perc alatt sikerült betölteni a feneketlen sötétséget. Miután még fél percet átcsorogtam a világűrbe, végre sikerült betölteni a blokkokat. És utána jött ez a tipikus rángatózás, ami ugye akkor van, ha régi pályát indítotok el valami új verzióban. Ilyenkor azt tudjátok csinálni, hogy megnyitjátok a pályát LAN-ra, természetesen úgy, hogy be legyenek kapcsolva a parancsok, átváltatok kreatívbe vagy nézőbe, kijöttök a blokkból és visszaváltatok. Szóval így néz ki a kezdőhely, az a rázógép egyébként egy csónak, azzal érkeztünk, itt vagyunk egy szép generált parton, lássuk a táblákat. Üdvözöllek, Steve Freeman vagy, egy hajótörött, és itt érkeztél partra. Láttad messziről a pislákoló fényeket. Most épp azon gondolkozol, hogyan tovább. Hát mondjuk nézzük meg a többi táblát. Szabályok, nem szedhetsz ki blokkokat, nem rakhatsz le blokkokat, max ha valahol engedélyezve lett, és sikerült leírni angol szavak nélkül. A nagyobb élmény érdekében ne játsz peacefulon. Kicsit arrébb még két tábla, a clay agyag blokkokat kiszedheted, lerakhatod. Plusz fáklyákat. Aha, a készítő lusta volt újra leírni a táblát. Én szorgos cserkész módjára elkezdtem begyűjteni a fáklyákat. Ha végeztünk a gyűjtögetéssel, akkor átmehetünk egy barlangon, a másik végén egy város találunk, homokvirág strand felé. Homokvirág gimnázium? Az első ház, amit megpillantottam, Homokvirág utca 1, Wolf Schwarzenegger háza.
Odabent semmi érdekes, még a sütő is üres. Vele szemben közvetlenül cella 1, John Willis elítélve életfogytiglan. És itt már látszódik, hogy az ajtókat egy kicsit megviselte a konvertálás. Odabent egy másik tábla, biztos a Restonnal szökött ki. Tovább mentem az úton, egyenesen ahogy a barlangból vezetett ki, a következő ház, amit megtaláltam, John Kovács műhelye, belépni tilos. Első körben nem is mentem be, csak kukucskáltam, hát ha látok valami érdekeset. Tovább az úton egy lépcső, majd egy tábla, a falu kihalt, már csak az állatok ugrándoznak. Márha ezt a rángatózást ugrálásnak lehet nevezni. Kicsit tovább elérünk az utca végéhez, homokvirág kikötő, ahol az ajtók lázadnak. Bent van két tábla, a ládában találsz naplót, olvasd el, harmadik cetli, ahol a nap kell, ott minden máshogyan történik, mondás. Biztos ott van a kocsma. Na, lássuk azt a harmadik cetlit. Harmadik cetli, tengerész feljegyzések. A csónakokat egyre nehezebben tudjuk előállítani, ezért mostanában kevesebb utat teszünk meg. Homokvirág partjai egyre kisebbek, szerintünk dagály lehet. Hú, azok aztán a felkészült tengerészek? Nemrégiben vettük észre éjszaka, hogy a szemközti szigeten, mintha fények pislákolnának, és a legijesztőbb, hogy mozgó alakokat is láttunk kirajzolódni. Bár megjegyzem, a szemem már nem a régi, minden esetre ideje lenne a szigetet megvizsgálni. Szombaton jön az új csónakszállítmány. Ilyenkor egy filmben körülbelül úgy gondolkodnak, hogy valaki valami félelmeteset látott? Hú, menjünk oda! Én azért először inkább körülnéztem a városban. Visszamentem az úton, megkerültem a Kovács házát, megint kicsit bekukucskáltam. Hát, ha innen látok valamit. Utána jött egy vízimalom, egy olyan vízimalom, ami saját magának nyomatja a vizet. Homokvirág malom, odabent pedig a tábla szerint találtam egy cetlit. Bob Schwarzenegger tegnap vett pontosan 10 kenyeret. Eddig soha senki nem rendelt ennyit, furcsáltam is. De pénzt kaptam, szóval gondoltam, nem lehet gond belőle. Más téma, a faluban mostanában nem mennek jól a dolgok, és John Willis eléggé megőrült a kalitkájában. Hát talán nem is csoda. Félek, hogy mi lesz a vége, de remélem ez csak kisebb átmeneti dolog. Csak egy rövid időre őrült meg. Mára ennyi lenne. Utóirat, már megint, holnap takarítás. A malóban nem volt semmi, következő ház. Ebben a házban biztos valami földes úr lakott. Homokvirág utca 5, Roger Murphy. Le volt esve a kép a falról, én meg rendes vagyok, úgyhogy visszaraktam. Az emeleten szintén, egyébként nem volt semmi a házban. A ház előtt egy kis sír, a polgármester emlékére rongálásért fogság jár. Biztos ezért került börtönbe John. Utolsó ház, torony, oda ment egy létra, fent tűz, oké, mindent láttam. Nem maradt más irány a sziget, előtte gondoltam most már, ha már úgyis elhagyom a helyet, betörök a Kovácshoz. A két sütőben találtam vödröt meg csákányt, érdekes ízlése van. Volt egy lyuk a padlón, azon lemásztam, oda nem találtam egyharmad tucat sütőt, az egyikben pedig egy negyed tucat obszidiánt. Elraktam, ki tudja, lehet, hogy még jó lesz valamire, és megtaláltam a második cetlit. Nehéz kovásnak lenni, öregszem. A fémből is egyre kevesebb van, a gyémánt az egyetlen vagyonom, fú, de értéktelen, amit a külföldről szállított fémért kell fizetnem. A másik dolog, amit furcsálok, hogy John Willis mostanában Bob barátom többször meglátogatta. Hát szegény gyerek konkrétan szembe lakik vele, úgyhogy amint kilép az ajtón, meglátogatta. Többször meglátogatta, remélem nem lesz ennek következménye, de nem értem, mi folyik a háttérben. Próbálok úgy tenni, mintha nem sejtenék semmit. Ez az, jászd a hülyét, utóirat, már megint, mindenki utóiratot ír. Pénteken kéne vennem egy kis kenyeret, a malachús drágult. Oké, ki a pincéből, ki a házba, le a kikötőbe, ott láttam a közelben egy táblát, úgyhogy elmentem oda. Az egyre több nyom kezd számomra érdekessé válni. Clay, lehet, hogy a későbbiekben még jól jöhet. Én erre a kiírásra természetesen szorgos cserkész módjára elkezdtem felásni az egész terepet, tényleg az összes anyagot kiszedtem, még azt is, aminek láttam, hogy tuti, hogy nem lesz mögötte semmi, és hát semmi, lett egy lakáshagyagom. Jéhé!
Egyébként amit most láthattok, az valami varázslatos lag, nem tudom, a játék úgy döntött, hogy kiütés után csak pár másodperccel tűnik el a blokk. A lázadó ajtók úgy rontották a látványt, de úgy elment. Viszont ez azért már kezd egy kicsit zavaró lenni. Persze nem a pálya tehet róla, hanem a játék. Kicsit arrébb találtam még egy agyagos részt, amit el is kezdtem kiütni, és ugye a közepénél elég is volt. Innentől a kisszigethez sajnos már csak úszva lehet eljutni, úgyhogy plocs, és mehet az úszás. Én itt úgy emlékeztem, hogy valahol lehetett hajót találni, utána jártam, és tényleg nem volt ott a láda a halászházában, szóval már nem csak az ajtók, az agyagblokkok, hanem a ládák is lázadnak. Ez azért már úgy kezd tényleg zavaró lenni. Megérkeztünk a szigetre, egy fura kőépítmény és egy tábla, mostantól obszidián blokkokat elpusztíthatod. Hehe, mintha élő lenne. És a kőrakás mellett találok egy cetlit. Kedves naplóm, ma sikerült elérnem a kis szigetre, ahol elkezdtük Bobbal az alagutat ásni, azt hiszem, már meg is találtuk a templomot. Jobb lesz, ha a bejáratot befedem obszidián blokkal, azt csak gyémánt csákánnyal lehet kitörni. Még jó, hogy senki se tud a faluban elrejtett gyémánt csákányról, nem hinném, hogy bárki is megtalálja, elvégre kikeresni ott a 8 virág között, főleg a malomnál, nem hinném, hogy ott bárki is felásná a területet. Főleg, hogy ezt ilyen szépen leírtad és itt hagytad az obszidián mellett. Most pedig ideje, hogy Bobot elküldjem a túlvilágra. És hol van az utóirat? Adtam magamnak csónakot, hogy egy kicsit gyorsabban menjen a dolog, de még nem értek véget a megpróbáltatások. Szépen elindultam a csónakkal, megyek, megérkeztem a kikötőben, szépen ellassítottam, kiszállok, és itt vagyok. De komolyan, ezt nem én vágtam így, ahogy kiszálltam, ide kerültem, és szét van törve a hajó, nálam a roncsok. Köszi. Szóval innentől mentem gyalog, oda is szaladtam gyorsan a sírhoz, ugyanis ott láttam virágokat. Jó, csak 6 virág, de mondjuk John lezúzta a másik kettőt, és ezért került börtönbe. Szóval ezzel a gondolatmenettel én szorgos cserkész módjára szépen lezúztam a sírt, és nem találtam semmit, még holttestet sem. Úgyhogy kicsit jobban körülnéztem, és a malom a másik oldalán megtaláltam a 8 virágot. Hehe. Kiástam a virágok közötti blokkot, odalent volt egy létra, és semmi. Mármint a fáken kívül semmi. Úgyhogy elkezdtem lezúzni a helyet, hát ha el van rejtve, de nem, semmi. Kicsit utána néztem a dolognak, hát megnéztem egy végigjátszást, beletekertem, és kellett ott volna lenni egy ládának, szóval megint a lázadó ládák. Semmi gond, adok magamnak csákányt, irány a kikötő, hajó, nyomás, a part közelében kiszállok, hátrébb dob, nem baj, most legalább nem olyan messzire. Elkezdem ütni az obszidiánt, és ha azt gondoltátok, hogy a hajóból kiszállós, teleportálós dolog volt a legdurvább, akkor ezt figyeljétek. Eltörik a blokk, aztán visszarakja. Megint ott van, lehet ütni. Ütöm, oké, igen, kiütöm, és megint ott van. Aztán pár másodperc múlva eltűnik. Oké, nyugalom, alsó blokk, ütöm, eltűnik, vissza. Mi a rák van? Ezeket a blokkokat kétszer kell kiütni? Ütöm, eltörik, és már megint ott van. Aztán eltűnik. Ezek nagyon durva obszidiánok, ezeket kétszer kell kiütni. Oda bent egy lépcső van, majd 4 lávaesés, valamelyik mögött egy ajtó van. Jól jönne most egy kis kléper agyag. Aha, szóval erre kellett. Szépen be is dugaszoltam mindet. És tényleg van egy vasajtó, mögötte egy blokknyi árnyék, itt tutira kéne lenni egy ládának. Aztán kiírás, megállj idegen, ki betéved az ősi templomba, annak élete adatik. Nincs visszaút, mi? Adatik? Hagyják az élet, nem vétetik? Utána egy csicsásabb terem, a templom belseje, szép kis mágiák égnek a sarokban, ahogy az egy templomba lenni szokott. Velünk szembe kerítésből és tök fejből egy személy, a pap, nézzétek a gyönyörű szép haját. Jön egy beszélgetés, állj, ki vagy te? Engemet nyomok vezettek ide? Nyomok, úgy tudtam, a templom felfedezetlen. Márpedig valakinek sikerült felfedeznie, és egy járatot épített ide. Különös,
De ha már ide találtál, örülnék, ha segítenél egy feladatban. Hát persze. Mégis mit óhajt? Nemrég vettem észre, hogy a szentélyről eltűnt a bizonyos Jack-o'-lantern blokk, mely szerepet játszott az ember nem elvadulásában. Most viszont nem tudni hol van, előbb-utóbb bekövetkezhet a világ vége. Világ vége? Szóval, hogy az emberek olyannyira elveszítik az intelligenciájukat, hogy a világ úgymond tönkre megy. És valószínű, hogy aki elvitte, gonosz célokra fogja felhasználni a blokkot. Már csak azért is, mert nem tudja, hogyan kell használni, amiből igen nagy problémák következhetnek. Ez nagyon is gond. Megígérem, hogy megteszem a tőlem telhetőt. Köszönöm. Ha megszerezted, kérlek, hozd vissza a templomba, és rakd a helyére. Úgy lesz. Esetleg van tippe, hová vihette a gazember? Ez jó kérdés, de van egy tippem. Amikor kimész innen a kis szigetre, menj a tőled délre lévő szigetre, ugyanis régen ott épült egy vár. Nem kérdezem meg a pap logikáját. Köszönöm a tanácsot, akkor a viszontlátásra, vigyázz magadra. A lámpás helye a pap mögött van. A poén az, hogy nem lehet visszafelé menni, mármint ugyanazon az ajtón, csak egy irányú volt. A lámpás helye mögött van egy járat, ami visszakanyarodik. Hogy ez miért volt jó? Igen, van itt egy tábla, ha nem tudnám, merre kell kanyarodni. Kérünk a templomból, nappal csináltam, hogy látszódjon is valami a videóban. Irány a vár. Tőlem balra tényleg volt egy kőépítmény a távolban. A poén az, hogy keletre van. Tehát nem tudom, hogy vagy megváltoztak azóta az égtájak, vagy csak találomra írtak delet. Be a csónakba, irány a vár, közben ezerrel imádkoztam, hogy jó helyen szálljak ki, ne legyen bugos, nézzétek meg, villó a csónak, hát én ezen sírva fakadtam, szörnyű előjelek. Elértem a partot, megálltam, kicsit vártam, hogy beérjem magamat, vagy a laggot, vagy mit tudom én, micsodát, csak jó legyen. Kiszállok, és ott vagyok az út felénél. Úgyhogy szépen elindultam úszva, és kivel találkoztam útközben? A csónak ment vissza a templomhoz. Szépen ott úszik visszafelé. Szia csónak! Vár mellett egy tábla. Találtál egy várat? Talán erről beszélt a pap? Hát nem, mert az délre van. A lázadó ajtók mögött, bent a várban, még egy cetli. Kedves naplom, végre sikerült elvinnem a Jack-o'-lantern blokkot, hála az én Bob barátomnak. Most pedig kezemben lesz az egész világ, és csak én fogok uralkodni, vagy ne legyen a nevem John Willis, és a falu lakóit szörnyekké változtatom, és ők leszenk az én seregem. Utóirat, majd a vár sarkában lévő lyuk helyett lesz az egész épület a se... Segítség! Új feladat, pusztítsd a sereg készítő blokkokat, ha a Jack-o'-lantern blokka helyére került a templomba. Aztán olvassam el a befejezést. Én nem fogok visszajönni mobfightolni, az annyira szerintem nem érdekes, de azért megmutatom, mi van a lyukban. Teltház. A lámpás körbe volt véve tűzzel, úgyhogy én precízen kiütöttem egyet, oda mentem, kiütöttem a lámpást, és... sikeresen beleesett a tűzbe. Szóval ennyi, vége a világnak, elpusztult a lámpás, mindenki meg fog őrülni, el fogja veszíteni az intelligenciáját. Hogy azért legyen egy alternatív befejezés, hogy mi lenne, ha megmenekülne a világ, adtam magamnak lámpást. Vissza a templomba, kivel találkoztam útközben? A hajómmal. Megfáradt útközben és lepihent. A lámpás visszakerült a helyére, a világ ismét megmenekült, lássuk a befejezést. A Jack-o'-lantern a helyére került, a világot most már nem fenyegeti veszély. Neked pedig a segítségért a pap visszateleportált oda, ahonnan jöttél. A faluba új emberek költöznek és növelik is méretét. Boldogan élsz, míg meg nem... Douglas. Lássuk a mérleget, ami valahol nem teljesen fair, de tudunk olyan dolgokat mondani, amik verziótól függetlenek. Az egyik, ami tetszett, az elszórt nyomok, különböző helyekről lehetett összeszedni, hogy mi történt a várossal, illetve a lakóival.
A másik a keresgélős játékmenet. Ugye hülye parkour meg labirintus helyett tulajdonképpen csak megfelelő tárgyakat kellett a megfelelő helyen használni. Tehát mondhatni olyan kaland játékos játékmenet volt. Bár szerintem egy kicsit lehetett volna kidolgozottabb, de azért így is megvolt a hangulata. Ami nem tetszett, a sablonos történet, már megint hajótörőst szenvedtünk, és már megint megmentjük a világot. Illetve volt pár irracionális elem, például az a pap, ott lent nem tudom, olyan volt, mintha be lett volna zárva oda, egyetlen kijárat volt, de mégse vette észre, hogy ellopták a lámpást, meg hogy egyáltalán felfedezték a templomot. Ja igen, ez a másik, hogyha ők fedezték föl, mármint Bobék, akkor hogy került oda a pap? Szóval voltak benne ilyen kérdéses dolgok. Úgyhogy ez volt a világvége akció, a kézikönyv óvjon. Egy kis kulisszatitok, amikor csináltam a felvételt, félreolvastam a táblákat, és békés módban indultam el. A pálya közepén kezdett el derengeni, hogy mintha szörnyek is lennének a pályán, úgyhogy visszanéztem, és láttam, hogy pont, hogy nem békésben kéne lenni. Úgyhogy átváltottam könnyűre, de a pálya első felét az békésben vittem végig.